Sziasztok! Ez egy olyan videó lesz, amivel több mindent fogok csinálni, mert most így március vége, április elején igazán el lehet mondani, hogy az emberre rászakad az ég, meg rászakad a munka. És sajnos én is, meg szerintem az majdnem minden hobbikertész belesik abba a hibába, hogy most teljes erőből rástartol, és akkor mindent csinálok, és megszakadok, és nem élvezzük a kertet, nem élvezzük a munkát. Idén ez másképp lesz. Megfogadtam, hogy én idén nem fog érdekelni az, hogy most mondjuk a szomszéd az megcsinálja már a fűszerlőztetést, megvannak a metszésekkel. Szép lassan, komótosan fogok dolgozni, csak azért, hogy örömömet is lejjem, örömömet lejjem inkább a munkába, mint hogy itt stresszeljek, hogy Úristen, most még nem ültettem el a paradicsomot, vagy nem metszettem meg a levendulát. Van egy ilyen kisebb tervem, hogy mára mit szeretnék csinálni, ezt mindegyiket szeretném úgymond videóra is rögzíteni. Így szokásomtól eltérően szerintem ez egy viszonylag hosszú videó lesz. Lesz benne egy kis paprika ültetés, lesz benne egy nagy adag gyepszellőztetés, lesz benne egy ilyen kis gyepjavítási tanács, hogyan javítsuk a gyepet, és természetesen minden, ami egyéb jön, sőt, még terveim szerint egy kis ilyen termékbemutató idézőjel, egy újabb tesztet szeretnék csinálni, egy sövényvágó, egy akkumulátoros sövényvágó segítségével. Na de hát, hogy álljunk is neki, az első lépés a paprika átültetése. Ezt a paprikát, ezt valamikor egy olyan, hát egy jó hónapja ültettem, bent volt a kislányom szobájába, most nincs más dolga, mint a szebb palántákat átültetni. Egyetlen egy dologra figyelek, hogy ezt az alsó levélnél lejjebb ültessem, legalább az mondjuk egy olyan 2 centivel, de nem fog nagyon érdekelni, hogy mondjuk a szár közepéig el lesz ültetve. A paprika nem fog megsértődni. Most ez az átültetés alapból egy sok neki, de természetesen utána ezt kiheveri, és utána egy nagyon szép paprikáink lesznek. Ami még szintén hozzátartozik a történethez, hogy ez a paprika mennyiség nekem bőven sok, ebben körülbelül a felét szeretném megtartani, a többi az, hogyha megmarad, akkor ajándék, ha nem marad meg, akkor meg nem érdekel különösebben. Akkor így jártam. A talaj az egy nagyon fontos, az átültetéses talaj, az már nem egy, az egy viszonylag laza szerkezetű, átrostált talaj, viszont a mostani termőtalaj, ahova majd bele fog kerülni későbbiekbe, abból vettem ki az egyharmadát, a másik kétharmad az egy hát általános virágföld, vagy palántaföld, bármi ilyesmi. Nekem komposzt, de mondom, bárki ilyesmi, ugyanilyet lehet használni. Nem fontos a legdrágább virágföldet, nem fontos a legdrágább palántaföldet megvenni, hisz úgyis itt már keveredik a saját földdel a növény. Azért van erre szükség, hogy a növény az minél inkább hozzászokjon ahhoz a talajhoz, amiben majd kerül. Természetesen, hogyha neked végig cserébe van, akkor ez a keveredés ez nem szükséges. Abba a földbe, palántaföld, virágföld, amiben ülteted, abba a legjobb, hogy abból kap 100%-ot. Na de álljunk is neki. A módszer, én ilyen hát ez olyan 9x9x10-es cserép, 10 cm magas cserép, be fogom át elültetni a legtöbbet. Arra kell figyelni természetesen, hogy nekem itt kétféle paprika van, hogy ezek ne keveredjenek. Na hát mindegyiket megtöltöttem félig földdel, körülbelül félig földdel, nem tudom mennyire látszódik. Most nincs más dolgom, mint akkor átültetem. Először kezdem a cayenne chilivel, mert mindenképpen ebből van kevesebb, ezt szeretném átültetni. Látjátok, ez itt 2 darab, óvatosan próbálom a lehető legnagyobb gyökértömeggel, csak ez kesztyű nélkül egyszerűbb, itt össze kell toszolnunk a kezünket, legnagyobb gyökértömeggel átültetni. Hát ez úgy óvatosba, igen, és belehelyezem. És jöjjönnek a következők. Ebből csak egy van, ez már mehet is ide. A
paprikánál, ellentétben a paradicsomnál, val, ellentétben a paradicsommal, arra azért figyelni kell, hogy amennyire lehet, azért egyenesen ültessük el. A paradicsomnál nem számít, ha a szára megdől, egy kicsit annál több gyökeret fog ereszteni. Hisz a paradicsom minden egyes íznél tud gyökeret ereszteni. Na, hát végülis összesen 3, 4, 9, 3, 6, 9, 12 darab cayenne chilim van, a többi az édes pepperoni. Ezt akkor földdel be fogom takarni, és kerül ki most már nem a lakásba, most már bizony ezt a palánta nevelőbe fogom hagyni. Idén az a gondolatom támadt, hogy megpróbálok gyepszőnyeget csinálni, vagy ilyen gyeptéglát, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Előre csinálok egy ilyen fa ládát, ilyen gyümölcstartó ládába raktam. A agroszövetet raktam bele jól rostált kerti földet, és abban vetettem el a fűmagot, és bárhova, hova kell kisebb, nagyobb javítást, azt vagy ebből vágok egy csíkot, vagy bármilyen formát ki tudok ebből vágni, természetesen ezek csak kisebb javításokra jók. Ez arra nem jó, hogy több négyzetmétert javítsál, viszont a kisebb javításokra szerintem tökéletesen meg fog felelni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy beválik-e. Amiért mindenképpen én ebbe az ágyásba raktam, egyrészt, mert most akkor le fogom tudni takarni geotextillel, és akkor a rigók, nálam a rigók azok nagyon szeretik a magukat kikaparni a földből, a rigók nem fogják bántani, másrészt a kutya se fog belepisélni, macska se fog belekakélni, szóval nem lesz ilyen kutya-macska alom ebből a ládából, és nyugodt szívvel fogom tudni kiültetni mondjuk olyan 6 hét múlva a kertbe. Végeztem a gyepszellőztetéssel. Igazából azért nem is nagyon akartam mutatni, mert már, ha jól emlékszek, akkor csináltam én erről egy videót, és nem akartam nagyon ismételni magamat. Egy-két kiegészítést azért tennék hozzá, egyrészt ez a termékhez, ez a Parkside-hoz. Egy hibát már most találtam benne, tavaly nagyon nem mondtam róla olyan negatív kritikákat, méghozzá ez a szintállító kis dolog, mert ennek egyetlen egy problémája van. Most megpróbálok egy kézzel bűvészkedni. Jó. Fejre fordítottam a magát ezt a gyepszellőztetőt. Még nem takarítottam ki, majd nem sokára kitakarítom. Kiszedtem, úgy jártam, hogy kiszedtem ezt a csavart, és így elmentem ugyebár a másik részéért, és közben ez így fejre fordult. Na már most, ahogy ez így fejre fordult, ez a kar megütődött, és innen például ez a műanyag betét elem, ez elgörbült, már nem is tartja meg ezt a kart. Itt teljes egészében ez így visszacsúszott a plusz 10 mm-re. Lehet, hogy érdemesebb lett volna ide egy ilyen vékony, talán egy fél, egy milliméter vastag ilyen acéllemezt tenni, hogy egy kicsit jobban tartsa ezt a kart. Bár tudom, ez egy olcsóbb kategóriájú gyepszellőztető, de ez egy hiba benne. A másik hiba, ami viszont az összes többibe hiba, ugyebár tavaly is mondtam, hogy ehhez a fűgyűjtő az olyan viszonylag nagy, mert ilyen 40 liter körül van, de mégis semmit nem ér. Ne higgyétek, hogy a drágább baknál ez nagyobb, 40-50 liter, és ugyanúgy nem ér semmit. A 100-150 ezer forintos gyepszellőztetőnél is szerintem ugyanez a probléma. Én azt mondom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha gyepszellőztetésnél egy ilyen sréi tárcsa lenne, mert most ugyebár így teljes egészében derékszög párhuzam, ahogy mész, azzal együtt derékszögbe áll a maga a vágókés, de az egy kicsit így állna, és lenne egy ilyen kidobó fej, mint a hómarónál, sokkal praktikusabb lenne, nem is kellene hozzá fűgyűjtő, egy csíkba kidobná szépen a füvet, és gyönyörűen össze lehetne gerebjézni. Szóval a gerebjézés. Én mindenképpen egy ilyen fém lombseprűt ajánlok, azért mert ezzel is már kapargatod egy kicsit a föld felszínt. Ami a plusz, amit még tanácsolok, hogy ne a menetiránynak
menetiránya megegyezően gerebjézél, hanem próbálj egy ilyen kis halszálka formátumba menni. Ilyen kis rövid videót csináltam is róla. Látjátok, hogy igyekszek a menetiránynak tényleg egy menetirányal valamilyen szöget bezárni, és úgy gerebjézem össze a fűnyesedéket, vagy hát ezt a fűaprítékot, és utána természetesen teszem majd, megy az ágyásra, menjek a tuják alá, semmiképpen nem ajánlom, hogy dobjátok ki. Higgyetek el, idén szerintem egy nagyon száraz évünk lesz, most így tavaszból kiindulva. Az a fűnyesedék, ami itt van most, teszem, az bármelyik bokor alatt, az ott el fog komposztálódni ott magába, és cserébe bent tartja a vizet a talajba, ott tartja, lesz egy ilyen vízmegtartó hatása, és ezáltal sokkal tovább élnek a növényeid, sokkal kevésbé kell majd locsolnod. Na és akkor jöjjön egy kis teszt, igazából semmi extra, egy akkumulátoros sövényvágót vettem még mindig decemberben, alig 6000 forint volt, így tényleg ilyen fél áron szerintem, maga az akkumulátor az sokba került, az ilyen 10 000 körül volt. De gondoltam, ha már megveszem, akkor kipróbálom. Bár még nekem mindig nincs olyan sövényem, amire ez alkalmas lenne. Azt látszódik, hogy a kard maga 51 cm hosszú, 1,5 centis ágakra javasolják. Hát kipróbáljuk. A dobozban sok minden nincsen, csak maga a gép, meg valami használati útmutató, egy kis védőburok igazából. Most jön a teszt, igazából a vágóteszt. A levendulát gondoltam, abban bőven nincsen 1,5 centinél vastagabb ág, amit el kellene vágni. Kíváncsi vagyok, sikerül-e neki. Készültem a levendulával, nem nagyon tudom, hogy mennyire látszódott majd a felvételen, de itt azért azt mondom, hogy körbe ezt a távolságot teljes egészében jól levágta. Kicsit olyan lassúnak tűnt az egész, de nem akadt meg egyszer se. Igazából az, amit vártam tőle, az megvan, és talán az egyik legfontosabb, hogy nem nyírtam el végre a madzagot. Kikerültek akkor ide a palánta nevelőbe a paprikák, hát remélem túlélik az elkövetkezendő éjszakákat, és bízok benne, hogy szép nagy paprikáim lesznek. Röviden ennyi volt ez a kis kerti videó, e heti bejelentkezés. Köszönöm, hogy megnézted, mindenkinek jó egészséget, sziasztok! Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.